valamit. Mi a fasz? Na sziasztok és üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a következő FIFA 23-as videónkban. És miért vagyok a playereknél itten? Hát az történt, hogy ugye én terveztem egy pace draftot, amelyet meg is fogunk csinálni most már. Elkezdtem, hogy a legjobb pace játékosokat fogjuk kiválasztani a draftból. Csak most vettem észre, hogy nem nagyon megy a játékfelvétel, csak a képernyő, ami brutálisan jó, meg jó, hogy észrevettem. Szóval a cserepadot azt még le tudjuk együtt választani. De elhihetitek, hogy a legnagyobb pénzőket választottam. Elnézést. Viszont ez azért nem volt egy kellemes dolog, hogy nem ment a felvétel. Jó, hogy észrevettem egyáltalán, de mindegy, egy hiba nem hiba, az belefér, szóval ez most ilyen lesz. De most már folytatjuk együtt. Kapusoknál azt terveztem, hogy itt pedig a divingot fogjuk egyszerűen nézni, ami hitsnek a legnagyobb. Eddig ilyen a csapatunk, tehát a legnagyobb pénzűek vannak minden pozícióra. Nem egy extra eddig a csapat amúgy, most nem dobál, nem tudom milyen nagyokat. Trap lesz itt, az viszont kell. Kell egy trap, nagyon jó. Megyünk tovább, akkor ugyanezzel a tendenciát, tehát pace-re megyünk, itt pedig egy Koundé, ami nekünk annyira nem kellett volna. Behozzuk left backbe. Jaj, de jó kártyák van. Itt Angelinho-t is választhatnánk, Roberto Carlos és Dani Alves, de ez egyértelműen R. Carlos lesz. Oda hiába is tenném be, hát akkor Hakimi lejön. 94, ő a legnagyobb ugye. Ezzel ő jön ki, és ez egy jó kis kártya lesz, ide betesszük, hát chemistry nem a legtöbb van, ugye? De megpróbálunk majd varázsolni valamit. Itt pedig egy, hát sajnos nem Nakatát, hanem Saint-Maximilian-t. Vagy Maximot, bocsánat, itt pedig egy, úristenem, Mbappé gyönyörű. Ő majd be fog jönni szerintem. Be fog jönni valamikor, egészen korán. Benzema. Még jó, hogy nem Morris lett. Jó, Benzema, akkor ő majd be fog jönni első percbe csatárba. Vagyis hamar inkább, azt mondom. Hát Giroud biztos nem lesz, azt tudom garantálni. Ha nem, választhatunk, és szerintem amúgy itt lényegtelen. Kit választunk, legyen Trossard. Nem érne. Középpályára kellenének még valami erős fickók. Ez pedig lesz egy Rafa. Középpánk az nem túl combos darab. 90-es a legnagyobb, gyönyörű. Ez pedig egy Rashford lesz. Nem lesz jó középpályánk, az a baj. Hát nem, mert az a hát kell kivegyük. Pedig ott volt egy 95-ös Zidane, egy Beckham is ott van azért, meg még egy Delikt is, ami jó lett volna, de ez Zaha lesz. Hát így nézünk ki. Hát ezzel nem nagyon tudok mit módosítani. A Zahát behozzuk ide esetleg. Majd lesznek első perces cseréink. Így. Védőcsere semmi nincs. Hát mondjuk, de Koundé meg Hakimit be tudjuk hozni akárhova. Lehet, hogy bekerül majd valaki, elég hamar. Ki tudná játszani a másik szélt? Nem. Egyik se tudja. Papíron. Mindegy, azokat majd megoldjuk. Középpálya nagyon gyenge. Hát ez nem egy jó tím azért. Tud valaki középpályát játszani? Nem nagyon. Nem nagyon tud senki, ők nem. Nem bombás. A Camot tud, lehet behozom majd Fratesi helyére, mert hát igazán mindegy, tehát lehet bekerül majd első percbe, és majd Benzema is feljön. Meg talán Hakimit behozzuk még. Első percben a többieket meg majd. Na válasszuk ki a menedzsert. Aki itt mindegy, itt aki chemistry-t ad, tehát 16. Ott legyen Tuchel, Thomas Tuchel lesz a
leendő Bayern München edzője. Ugyebár nem rossz a tím annyira, a pace draftban nem alakult egy annyira rossz tím, hátul nem vagyunk, a középpálya az egy kicsit ott az nem a legerősebb szerintem. Szóval ezzel kell építkeznünk, hát nyomjuk szerintem. Jöjjön is az első draftunk. Na itt is vagyunk, gyönyörű szép ellenfelünk ellen, amelynek csapata, úristen a háta. Best is ott van, és még gondolom Gündoğan-t le fogja most cserélni. Ez egy brutál gárda gyerekek, amilyen kell ellentétbe. Hát Fratesi az lejön, az biztos, meg akkor most cseréljük le Malenciát is. Így, és benzin majd behozzuk szerintem, hamar. Kicsit hagyjuk, hagy érlelődjön. Hát gondolom az ellenfelünk is valami Gündoğan cserét fogott alkalmazni, egészen gyorsan lehet betesz egy CDM-et, vagy valakit, egy jó kis Kantét, vagy bárkit, de két csapatot egymás mellé se tudjuk tenni, szóval ez lehet, hogy egy ennyi draft lesz. Na nézzük, győzön a Jobbik. Ja, még nem jöttek be a cserék, ugye? De hát reméljük most akar megvillani Fratesi. Jaj, nem jó, nem jó, túl sok volt, Kumán, hú, az igen. Jó, Virgil, gyönyörű. Ott megyünk. Jó, gyönyörű, Roberto Carlos. Azt adhatjuk is be akár. Jó, hát ez szerencsére kezébe sikerült Morának fejelnie. Addig nem túl. Azért tudnak ezek szaladni, hiába. Jó, Virgilbe belefejelték, Van Dijkunkba. Itt pedig talán meghúzhatunk egy... Jó, szép, Nunez, gyerünk kicsi Nunez. Az talán jó, Ramsdale, úristen, mit vagyok. Jó, jönnek is a cserék, oké. Hát Ramsdale szedett azért valamit ott, na haragudjunk. Alabádja a szögletet, az nem lesz túl jó. Kifizete idő. Gyerünk, pace draft, akkor meg kell futnunk mindenkit. Nekem, bás, az igen. Jó, azt visszaszereztük. Az tizi, csúnya volt. Nem voltam úgy annyira csúnya, de beleírek, hogy tizi. Nem, 91-es penalti, hát akkor ez fogja leülni. Ennyi, gyönyörű szép, 1-0, jó. Nem rossz, ezt a csapatot, ha megverjük, az jó. Az amúgy vagány lenne. Most már amúgy, amit észrevettetek, nem laggol a FIFA. Na, azóta lett egy pici gép, upgrade, lett egy M2-es SSD. Ugye a gépünkbe, és ha már erre tettem a FIFA-t, akkor már ezen már végre nem laggol, ha hiszitek, hanem emiatt laggolt. Ilyen becsináltam Windows-t a hardon, bármi, semmi, valamiért egyszerűen valami nem volt neki oké, és a hardon nem szerette ott a dolgot. Itt nem laggol egyszerűen, mindent betölti jól, hát azért na, nem mindegy. De ennek örülök, hogy nem laggol, viszont ez az ukrán gyerekünk jó nagy sebességgel bír. Gyönyörű szép, hát ez nagyon jó akció volt. 2-0. Lukász és az ukrán gyerek, nem fogom kimondani a nevét, mert nem tudom. Nem gondoltam, hogy az egy jó passz lesz. Azért féltem egy picit. Enzonzi, nagyon jó. Gyönyörű, szép az ukrán gyerekünk megint. Ramsdale, gyönyörű, jó, Hakimi, nem, Darwin, ez hülye vagyok. Gyönyörű, 3-0. Érik a kilépés. Hú, azért megfogjuk a csapatot, azért ne szóljuk el magunkat, de eddig megfogjuk ezt a csapatot. Jó, szép akciók. Megy a kis zene, minden a stadionba, brutáljak vagyunk eddig. Eddig nem hagytunk még teret se neki kibontakozni, de nekem mindig ez a célom, hogy az ellenfelemet elfojtsam, de egészen könnyen be tudunk sétálni. Onnan le, nem, akkor miért kellett, eszembe, ez hülyeség volt.
Mikász ki és lépj ki, mit szólsz? Amúgy jó lenne, hogy 1-2-3 mint összeszedni, nem is 4 mint, de 2-3 mindnek örülnék. Az my bad, az my bad volt. Most szépen eljátszotta, de alábán nem jut át ilyen könnyen. Á, az csúnya volt. Jó, befújta. Milyen cseréket tudnánk operálni? Amúgy semmit, meg vagyok elégedve a csapattal, szóval... Mindegy, nem is kell operálnunk. 3-0-ra ezt megnyertük szerintem. Amúgy ez egy brutál jó mérkőzés volt. Hú, hát itt azért... Az ellenfelünknek ahhoz képest, hogy milyen jó csapata volt... Ahhoz képest bőven nem játszott olyan jól, mint amilyen a csapatja volt. Ugye ez amúgy nagyon jó volt most is. Én nekem tetszik ez a kártya. Ultimate Teambe is. Szóval amúgy meg voltam elégedve a csapattal. Szóval robogjunk is tovább a következő mérkőzésünkre. Egy win a zsebben nem ártana. Aj, kettőre körülnék, legyen 2-3 win ezzel a csapattal, mert azért nem a legfullosabb. 4 win, hát ha elérjük, nagyon jó, de amúgy nem sírok, hanem... Szóval jön is következő mérkőzésünk. Ismételten itt vagyunk, most idegenbe fogunk játszani, méghozzá... Húha... A másik erősebb voltam úgy, a másik, ez a Mateus meg a Puskás gyönyörű, azok valami új kártyák. Új ikon kártyák, azok nagyon szépek, de amúgy meg nem egy. Vagy nyomunk egy első perces cserét. Jó, Lukasz. Kicsit szalad, nem, akkor nem szaladunk. Fratessit kulpasztad mindjárt. Puskás. Puskás bácsi, nagyon megy. Jó, mondtam úgy, Mané, attól félünk azért egy kicsit. Jó, Virgil. Gyönyörű a blokk, Mateus, jó, megoldottuk. Akkor most törjünk csak előre. Hú, Fratessi gyorsan jön le, az nem lesz ott jó. Az nagyon nem lesz nekünk ott jó. Azt egy kicsit eltúloztuk, azt hittem, hogy el fog férni. Jó, Alaba. És akkor a bal oldalt ne jöjjenek támadni, mert ottan Valencia van, ami nem rossz, csak nem ebben a játék szakaszba. Ja, ha az nem jutott el a passz, az nem. Nem volt egy sikeres passz, azt hittem, hogy eljuttad. Ezt nem tudta átvenni. Jó. Elrontjuk, na most hibázunk egészen sokat. Ezekből kellene annyira keveset, hogy az hihetetlen. Ott a hiba eredménye, legalább tudunk cserélni. Tehát nézzük mindig a jó oldalát a rossznak is. Nyilván nem így akartam cserélni. Jó van már, nyom már ne. Jó, cseréljünk. Valencia Hakimi. És Fratessi Mbappé, hát most ezt tudom, hogy nem lesz egy nagyon jó védekező cserő, de ott van Enzonzi, aki majd szűr. Szóval folytassuk. Meg lehet fogni szerintem a csapatot, csak kellettek ezek a gyors cserék, ami segít majd, hogy megfogjuk ezt a kis csapatot itt ellenünk, de úgy megfogom, figyeljetek, nagyon jó lesz, én érzem. Szóval írjatok esetleg tényleg kommentben ötleteket, hogy milyen draftot nézzünk legközelebb, dribbling draft vagy magasság draft. Van annyi fajta, amit ki lehet találni. Rövid haj, hosszú haj, fiatal draft, öreg draft, bármi. Hosszú volt. Gakpo 2-0. Szép. Ez lehet átgyalogó rajtunk, ez az ellenfelünk, szóval lehet itt a vége a draftunknak. Hát ez sem volt jó. Jó, most nagyon én rontom el, tehát ez egyértelmű. Jó, de most vissza kell hoznunk. Ez talán egy jó akció lehet. Ez szögletre. De meg miért állítjuk meg? Ne állítsuk már meg a meccset annyit. Az imént volt megállítva, cserélt volna, vagy nem tudom, hát... Azért nem szeretem, amikor 100-szor kell megállítani egy meccset, akkor ott volt elejt egy pár perccel a csere, egy pár másodperccel. Na, örülj!
Gakpo gólt lőle és jön Vini, de gondolom az se egy sima Vini. Foden. Puskás öcsi bácsit nem tudom, hogy hogy fogjuk utolérni. Jó, szép. Trap, gyerünk, a csapra adja ki. Gyerünk Lukasz, muszáj, mi vagyunk a gyorsabbak papíron. Elvileg. Ó, hát az... mesébe illően lett volna. Jó, nyugi. Van még helyünk a meccsen, tehát keresni valamunk, akarom mondani. Van de Szár, ezt megállítja azért. Az első komolyabb helyzetünkig kellett várni 22 percet, azt mondjuk nem szeretem. Áfózni. Jó, Virgil, jó. Gyönyörű. Beközép, bak. Lábba. Gondoltam tovább passzolom egyen, vagy húzok egy cselt, de mondom. Volt egy terület gyorsan, ott az kiket volna használni, de már mire lövésig mentünk, már ott váltok előttünk, szóval nem. Ez így ebben a formában nem jött össze. Ezeket basszuk el, ezeket a passzokat, és ezeken fog elmenni a meccs is. Talán nem tudja beadni. Jó. Ezt nem tudom, miért nem emeltem ki, mindegy. Ott a gól cserébe. Ennyi, tehát 3-0. Egy hiba, akár gól, és végig a meccsnek, tehát. És én imádok hibázni, megint tessék, ott van. Megpróbáljuk visszahozni, de nem tudok ígérni semmit, hogy jól játszik a srác. A srác vagy lánki tudja. Á, Roberto Carlos, mert felgyorsul, az fél óra. Mindig oda jönnek, bökadáshoz, mindig odaér valaki. Egyszerűen nagyon jó a csapata. Mindig odaérnek, mindig. Az vidd el nyugodtan. Darwin. Enzonzi vissza Darwinnak, nagyon szép összjáték volt, eddig Mateusz az egy nagyon komoly pontot. 90-valahanyas értékeléssel. Az egészen jól megfog minket. Gyengén Mateusz most is. Mateusz nem hibázik, vagyis ő nem hibázik például, tehát... hátul nem hibázik, ahol mi igen. 4-0. 4-0, Puskás 95-ös kártyája. Megint Foden úgy ránk jönnek, hogy ezt nem hiszed el, és már megint ott van. Ez majdnem penálti is lett. 5-0. Hát esély nincs. Nincs mit keresnünk a meccsen gyakorlatilag. Base draft, hát akkor fussunk. Nem jó, Virgil ott is van, hát. Semmi nem akar összejönni most. Ez gyerekek nagyon lágy ez eddig. Ez 5-0 első fél időben az már gyakorlatilag kés. Tehát ilyenkor már érdemes kilépni. Nyilván most a videó kedvéért nyomjuk ezt tovább, de amúgy hagyjátok, ilyenkor már 6-0. Egy gól nincs a meccsben sajnos nekünk. Egy gól nincs a meccsben, nincs benne az, hogy gólt fogunk lőni. És általában érezni szoktam azt, amikor tudom, hogy nem jogosan kapok ki, akár több góllal is. De ez most kurvára nem. Jó, picit nagyon túl tolja a csávunk, tehát nagyon neki kedvez a játék, de jól is játszik. De most ez az a meccs, amikor érzem, hogy nincs esélyem. Általában, mikor játszok is, érzem, hogy bazd meg, nem, az kedvezett a játék neki, van esélyem, és általában akkor vissza is hozom. Hiába kapok 3-0-ra, visszahozom 4-3-ra, 5-3-ra, 5-4-re. De most nem éreztem azt se, hogy bár, hogy egy szalmaszálat kereshetnék a földön, tehát ezeket elnyitjuk, ezeket a csomagokat, és vége a mai videónak ezennel.
Hát azt hittem, hogy picit jobb leszek talán, hogy több keresnivalóm lesz a meccsen, de nem. Sajnos ebből a draftból csak ennyi tudott kijönni. Ez van. Na, de reméljük a csomagok adnak egy olyan 95-ös puskást, vagy egy olyan Mateuszt. Akkor még örülnék, de még board sem, szóval ennek nagyon-nagyon tudunk örülni. De legalább egy 82-es, meg 1000 coin az még amúgy jó, az még korrekt. Jöhet a legnagyobb csomagunk, a Prime Gold Player Pack, ebből legalább board már van. Egy 84-es gyönyörű Inzaghi, vagy Insigne, bocsánat, Insigne. Az mondjuk amúgy jó, akkor mondhatnánk, az mennyit ér? Ez Quick Sell. Többi maradjon. Jó. Hát köszönöm nektek a figyelmet, nem tudtam a legjobb formát hozni, de cserébe legalább nem voltunk olyan jók. A 10 coinos pack, hopp, ebből amúgy volt, akinek adott olyan playereket, hogy beszarsz. Tegnap nekem is adott valamit. Mi a fasz? Mi a fasz, geci? Mi a geci? 10 coinos pack. Show. Mandy! Mi a szősz? Ezt hagyjuk, de mi ez? 20k, 10 valahányká, de akkor is meg a Mandy. Hát ez amúgy 35k. 82-esek, ez nem rossz. Mi a fasz? Na haragudjatok már így a videó végén. 10 coinos pack az bedúran a bátyátoknak. Nem fogtam fel, mi történik. Azért vannak jobb kártyák, maradjunk annyiba, de azért 10 coin... Szerintem két walkout, hallgassunk inkább. Tehát nyugodtan maradjunk csendbe. Hát megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, következő videó egyikében találkozunk. Addig is nagy pacsi nektek, kommenteljetek, milyen ötleteitek vannak egy következő tartalomra. Addig is, sziasztok!